Sziasztok! Mivel a csatorna követőinek 87%-a 18 év fölötti, ráadásul szerintem 18 év alatt is releváns lehet ez a téma, vágjunk is bele! A nemi úton terjedő betegségek elkerülésének legbiztosabb módja, hogy vagy nem élünk nemi életet, vagy ha igen, azt monogán párkapcsolatban tesszük. De statisztikailag viszonylag ritka az a helyzet, hogy valaki gyerekkorában megismerkedik élete szerelmével, és onnantól kezdve, sülve főve együtt, és csak együtt vannak, mindaddig, amíg a halál el nem válasz őket. Másrészt a biológia nem igazán ismeri az erkölcs fogalmát, egy vírus vagy baktérium elég ritkán szokott mérlegelni, hogy euh, akkor ez most megcsalásnak számított vajon? Végülis csak egyszer történt, meg a hordozóm egyébként is jegelte éppen a kapcsolatát, szóval, szóval most lehet, hogy nem fertőzök. És ezzel meg is érkeztünk a megelőzés egy emblematikus védelmi eleméhez, a gumiófszerhez, ami nyilván nem nyújt 100%-os védelmet, de ahhoz, hogy minél hatékonyabban működjön, Érdemes megfogadni néhány tanácsot. Például, hogy megfelelő méretűt használtok szavatossági időn belül. Ráadásul nem teszitek ki sem sugárzóhőnek, sem pedig olaj alapú síkosítószereknek, ugyanis mind a kettő gyengíti a gumi szerkezetét. Ja, és használat előtt mindenképpen mossatok kezet, különösen, hogyha előtte narancsot vagy citromot pucoltatok. Uh -huh. Mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire életszerű, de végül is miért is ne lehetne az. Ugyanis a citrusfélék héjában található illóolajak, meg úgy az illóolajak általában brutálisan gyengítik az óvszert. Hogy mennyire? Mindjárt megmutatom. Ennyire. A nyers gumi, a latex nagyon rosszul jön ki az apoláris anyagokkal, mint például a különböző olajok. Persze az egyes olaj alapú készítmények hatása között jelentős eltérések lehetnek. Erre utal egy 1989-ben a Contraception Journal-ben megjelent tanulmány is, amiben különböző ásványi olajokat tartalmazó készítményeket, illetve vazelint vizsgáltak. A cikket be fogom linkelni odalen, ha van hozzáférésetek, nézzétek meg. Hogy pontosan mi a magyarázata a jelenségnek, és milyen reakciók játszanak le, azt nem tudom, de ha ti tudjátok, akkor írjátok meg, kíváncsian fogom olvasni. Minden esetre tanulság, hogy soha ne használjatok óvszert együtt babaolajjal, vagy mindenféle zsíros krémekkel. Haha, ha, zsíros, tudom, nagyon vicces. És bár a hivatkozott cikk ezzel nem foglalkozott, de arra is figyeljetek oda, hogy illóolaj alapú készítmények sem maradjanak a kezeteken, vagy azokon a testrészeken, amivel kapcsolatba kerülhet az óvszer. Ha a kisgyerekeknek mutatnátok be ezt a jelenséget, vagy a kísérletet vinnétek be órára, akkor természetesen nem kell óvszert használnatok, lufival ugyanúgy működik. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra. Ha hozzájárulnátok a hasonló ismeretterjesztő tartalmak készítéséhez, akkor egy jelképes havi összeggel támogassátok a szertár Patreonon. Ezt előre is köszönöm. Ja, és ne felejtsétek el, hogy május 14-én, hétfőn este 17 órától, vagy délután 17 órától lesz a Fémleb Nemzetközi Tudománykommunikációs Verseny Magyarországi Döntője. Ennek egyébként én leszek a műsorvezetője, a helyszín a Magyar Tudományos Akadémia Díszterme lesz. Találkozunk ott élőben, a regisztrációs linket berakom a videó alá. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen 12 nagyon ütős, 3 perces tudományos ismeretterjesztő előadás fog elhangzani, akkor találkozunk ott. Sziasztok!